Írta Johnny Mortimer és Brian Cook. Szereplők: Lionel Jeffries, Szabó Otto. Jan Ogilvy, Rátóti Zoltán. Bridget Forsyth, Kovács Nóra. Mindent elsöprő anyaság. Függőleges négy, ehető halféle, üvel négy betű. Ehető halféle. Apa, nem tudod, hol van az acskó? Gondolom a gatyádban. Ehető halféle, üvel. Ez az, megvan. A ügérez acskómat keresem. A hal különben sügér. Hülyeség, az ötbetűs nem is üvel kezdődik. A fürdőszobában a helye. Hmm? Hány betű? A piperez acskódnak van a fürdőszobában a helye, ott nézd meg. Fürdőszobában? Micsoda ötlet. Mikor indul a vonatunk? Négykor, de mi az, hogy a vonatunk? Te nem jössz velünk. Ó, persze, elnézést, csak nyelvbotlás volt, ezer bocsánat. Vidékre utazik a feleségével. Micsoda perverz ötlet? Nehogy azt hidd, apa, hogy szórakozni fogok. Azt egy percig se hittem. Dolgoznunk kell egy konferencián. Harrynek viszont nem árt, ha kicsit hátat fordít a gondjainak. Vagyis nekem, ha jól értem. Nagyon jól érted. Egyben arra is szeretnélek figyelmeztetni, hogy ez a lakás nem az elaggott csavargók menhelye. Szóval nem hívhatom meg a barátaimat. Nem. Sőt, a női iszabbirkozás válogatott csapatát sem. Mi baj ez velük? Nagyon udvariasak voltak. Nem jön ki a nyomuk a szőnyegből. Ha esetleg megéheznél a hétvégén, tudod, hol találsz ennivalót? Hol? A sarki fűszeresnél. Vegyél valami rendeset, ne csak mogyorót, meg nyalókát. Hm. Parancsoljon? De aztán ne legyen hűtlen, jöjjön máskor is. Hogy ne jönnék? Az ilyen fes fiúkat mindig szívesen látom. Na már kezdi. Szemeztél vele, láttam. 93 éves az öreg, de lefogadom, hogy nem kell megtámogatni, hogyha fel akar állni. Miért? Szerinted kit kell megtámogatni? Téged, méghozzá két kézzel. A testépítés nagyon kimerítő sporták. Miért nincs rajtad a jegygyűrűd? Éjszaka szállj rám, ne ilyenkor. Szakasz, vigyázz! Parancsára, főtörzsőrmester! Pihenj, kedves! Glória! Glória, hát persze! Tudja, az a helyzet, hogy nekem senki nem gondoskodik a szükségleteimről. Uh-huh. Ezzel nincs egyedül. Egy veknik enyém lesz és egy Nyitibor. Még mi tetszik? Maga tetszik. Tessék! Ez egy vers címe, az a híres költő írta, tudja, Omar, mi a francnak hívják. Sharif, igen. Ó, oh, az nagyon szép. Fehér vagy barna héjú? Barna, ha jól emlékszem. Kihalt az érzés ebből a világból. Ahogy mondja, drága Glória, ahogy mondja, nincs szerelem, nincs gyöngétség, mindig csak az a rohanás, senki nem ér rá semmire. Maga például ráér? Ma este, igen. Eljönne hozzám? Boldogan. Hánykor? Tényleg eljön? Ha már így rádumált. De csak mi ketten leszünk, ugye? Hát persze, persze. Csak mi ketten. Minek oda más? Tudja, én egyedül élek, mint egy magányos farkas. Cseréljek egy üveg pesgőre. Akkor ezt meg is beszéltük. Hétre várom, ott lesz, ugye? Az nem olyan biztos. Miért nem? Még nem mondta meg a címét. Ó, persze. Tehát a házszám 7-es. 7-es a házszám? Charles Verscourt. Charles Verscourt. Ez az én városi rezidenciám. Minden rendben van, hál' Istennek. Akkor jó. A doki szerint még egy hét is jön a gyerek. Ő mit mondott, hánykor jön? Ez nem menetrend szerint megy, édesem. Különben is azt mondta, hogy nem ülhetek vonatra. Ugyan szívem, csak nem akarsz repülővel menni. Jaj, de hogy az állapotom miatt nem utazhatok. Gondolj csak el, mi van, ha lebabázok, és még jegye sincs a szegény gyereknek. Ah, erre nem is gondoltam. Míg a végén leszállítanák, hidd el, drágám, jobb lesz, ha egyedül. Le is mondhatom az utat, semmi kedvem hozzá. A vitavezető olyan unalmas, hogy az bődület. De hiszen a te vagy. Hát ez az, kívülről tudom, mit fogok mondani. Ugyan szívem, ne izgulj, rendben lesz minden. Neked ott a helyed, nem igaz? De még mennyire, hogy ott a helye? Mi az, hogy neki ott a helye? Te nem mész vele? Nem, én itthon maradok. Na de, ez nem lehet. Az egyszerűen nem lehet. Harriet, gondolj csak el, mit hagysz ki két teljes nap nélkülem. Csodás lenne, de sajnos az orvos nem engedi. Két nap Brighton, napsütés, tengeri levegő, sírályok, meg pesgő, igen. Ha szabad kérdezem, miért vettél pesgőt? Hát az a keresztelőre. Minek? Nem hajót avatunk. Ugyan, Richard, ne legyél undok, ez igazán kedves ötlet. Tévedtem, rémes ötlet, a mi számlánkra iratta ezt. Micsoda? Na, én hát, megyek. Hát, nézd csak, Richard, szerinted minek kell az apádnak hipermangán? A franc essen bele. Ilyen az én szerencsém, hogy ennek is pont most kell itthon maradnia. Halló?
Halló, Perkins fűszerüzlet. Kérem szépen, kérem szépen. Kapcsolja azt a kis vöröses szőke pipit, aki a pult mögött szokott lenni. Ő most nincs itt, elment a padrászhoz. Ki keresi? Nem tudja, nem, mikor jön. Köszönöm szépen. Igazán nagyon köszönöm. Köszönöm a segítségét. Hálás vagyok önnek. Minden jót. Ki volt az? Felhívtam a pontos időt. Na és hány óra? Arról nem beszéltünk. Fél négy lesz, siess meg legkisebb a vonatot. Hú, te jóságoség. Majd felhívlak. Te pedig vigyázz magadra, hallod? Viselkedj rendesen. Így nem lesz nehéz. Amint odaérek, felhívlak. Jól van, szia. Sietek haza. Figyelj ide, Harriet, figyelj ide. Csak nem fogod ezt az estét egy ilyen unalmas vénember mellett eltölteni? Miért nem észel mondjuk moziba, vagy táncolni, vagy ki a műjégpályán? Maga teljesen meghibbant. Alig várom, hogy lefekhessek. Hát hiszen ez az, én is alig várom, hogy lefekhessek. Most mi lesz? Meg jó, hogy zárásra visszaértél. Mi van abban az acskóban? Vettem egy új ruhát. Minek? Én nem kértem. Nem is állna jól neked, nem a te méretet. Egy pasas keresett háromszor is, de nem mondta meg a nevét, tudod, ki az? Ugyanhonnan tudhatnám. Biztos valamelyik hódolón volt. Bocs, mennem kell át. Hová készülsz? Moziba megyek a barátnőmmel. És én addig mit csináljak? Nézd be a hasad alá, ott találsz valamit, amiben nincs csont. Na, azt kéne erősíteni. Aludj már az éjcsengye. Harriet, az előbb azt mondtad, hogy már korán lefekszel. Így is lesz. Te ugye jó mélyen alszol. Mostanában nem, miért? Csak úgy kérdezem, nem lényeges, csak tudni akartam, nem zavar-e, ha belövöm a tévét. Ha lehet, inkább van előjje be. Kérlek, ahogy akarod. Várj, csak majd segítek, nehogy megemeld magad, Ali, de szépen majd én így. Köszönöm. Aludj már az ícsenye vár, az álom meg. Ezt hagyja abba, mert kiveri az álmot a szememből. Kérlek, már abba is hagytam. Szép álmokat, rózsácsokokat, jó éjszakát. Jó éjszakát. Aludj jól. Pontosan 7 óra. Meg ne nyomja azt a csengőt. Miért ne? Csak azért, mert már nyitva az ajtó. Milyen igaz? Ó, ez igen. Milyen édes kis lakás. Mondja, nem nagy magának egy de kicsit? Dehogy nem, óriási. Örülök, hogy őre látom, Gloria. Oh, azt hittem, hogy megkínál egy poáritalat. Persze, csak halkabban, ne kiabáljon. Nem szeretném, ha a szomszédok meghalanák. Gyorsan bedobunk egy poáral, és aztán elmegyünk. Elmegyünk? Persze, itt ugyanis folyton csöng a telefon. Engem a világ minden tájáról keresnek, talán még nem mondtam, de egy nemzetközileg ismert pénzügyi fenomén vagyok. Ó, ez rettentően izgi, akkor elvisz vacsorázni valahová. Egy elegáns helyre, ugye? Hát nem, elegáns helyre nem mehetünk, mert ott engem mindenki ismer. Megmondom, mi lesz, elmegyünk a maga lakására. Igen, ez lesz a legjobb megoldás. Ó, nem hiszem, hogy a férjem örülne neki. Tudlik, ő is otthon van. Na hát ez hallatlan. Szóval maga férnél van? Találkozott is a férjem, mert ott dolgozik a úgy boltban. Úgy érti, az a hatalmas azzal a marhanagy izével? Igen, az a férjem. De őt a karate jobban érdekli, mint a felesége. Imád karatézni. Karatézni? Na hát, miért nem mondta, hogy férnél van? Most mit ugrál? Maga is nő. Tessék? Láttam odakin a névtáblán. Mr. és Mrs. Madison. Persze. Igen, tudja, az úgy van, ez rettentő szomorú történet, az én hitvesem már nem él. Elköltözött innen az örök vadászmezőkre. Kipurcant, de a maga kedves férje még mindig él és virul. Hogy virul, azt éppen nem mondanám. Bár van ereje, pár embert már laposra vert, de az csak olyankor teszi, hogyha felidegesít. Gloria, drága angyal, higgyel, jobb lesz, ha elmegy. Most jutott eszembe, hogy egy fontos hívást várok, hogy is hívják volna, mi is a neve, Dallasból. Most jöttem, már is menjek el. Várjon, fölveszem. Látja, megmondtam. Halló? Szevasz, apa, én vagyok az, megérkeztem. Beszélhetnék Harriettel? Harriet? Minaret? Igen, Minaret, hallom. A Minaretből hív az Ali Baba, meg a 40 rabló. Milyen az idő most Kairóban? Honnan tudja, én Brightonban vagyok. Esik az olajára, te jóságoség, micsoda pecs. Ide figyeljen, adja el a részvényeket, és vegyem margarint. Mi van veled, apa? Csak nincs valami baj. Vaj? Ha vaj is hiányzik, lesz szó, micsoda szerencse, hogy ezt előre tudjuk. Akkor vegyen egy láda vajat is. Milyen cuki kiskorú. Édes, ugye? Oda ne menjen be. Miért ne? Mert az a kompjúter szoba. Várjon egy percet, Ali fiam, egy pillanat, csak egy pillanat. Gloria, ez a beszélgetés eltarthat akár egy óráig is. Le akar rázni, ha jól értem. Tökéletesen jól értette, ez a precíz fogalmazás. Hello, Minaret? Hát így állunk.
új ruhát vettem. Fodrászhoz mentem. És most menjek el. Igen, Alibaba, az úgy nagyon baba. Csak szigorúan el kell bánni a hitetlen kutyákkal, ahogy mondani méltóztatik. Nem szeretném azt hinni, hogy mérges vagyok, vagy esetleg felkaptam a vizet. Ugyan. Szó sincs ilyesmi. Jó éjszakát. Nem csöngött az előbb a telefon? Mi ez? Mi a frász csinál maga itt? Semmi különöset. Én csak itt locsolgatom a fejemet. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Na tessék, nem kellett volna annyi sajtos tésztát tenni tegnap. Megindultak a fájások, azt számolom. Egyelőre csak fél óránként jönnek. Fél óránként, az jó, az remek. Nézzük csak, mi van ma este a tévében. A korszerű hajápolás legújabb termékei. Ez nekem való, 3-4-kor kezdődik, ott a helyem. Mit mondtál? Elkezdődtek a fájások? Igen. Fél óránként jönnek, pedig csak a jövő hétre ígérték. Én mondtam, hogy ne az STK-ba menj. Nyugalom, nem kell izgulni, ez eltart még egy darabig. Nyugalom. Hát jó. Nyugalom. Ez az óra nem jó, 20 percet siet. Na és, a mi köze ennek az egészhez? Semmi. Semmi. Azért azt lehet látni, ha elkezdődik. Úgy értem, nem fog kipattanni onnan, mint egy pesgős dugó. Ha jól tudom, ez kicsit másképp megy. Akkor jó. Akkor jó. Magánál is megindult. Nem, de hogy ez a tegnapi sajtos tiszta. Mivel szolgálhatok? Föl van írva, kedvesem. Nézzük csak. 1 kiló fehér. Chancellor's Court 7. Mi ez? Már megint turkáltál? Szeleteltet, igaz? Egy pasas lakik ott, igaz? Valamelyik hódolót hallja, mi a neve? Piccadilly Italiani? Egy szemétdigó váltál össze? Honnan veszed, hogy olasz? Richard Madisonnak hívják, ha éppen tudni. Én nem értelek, Gloria, itt vagyok neked, éreznem elég. Maga ugye rá se nézne más pasasa, ha ilyen férje lenne. Dehogy nem. Menjen a felébe! Beszélsz a vevővel, tél már észre. Kit érdekel a vevő, ha az a Madison csak egy ujjal is hozzád nyúl? Hát én csomót kötök a nyakára. Jól van, Sidney, most már... Azt mondod, csomót kötni? Dupla csomót! Na jó, bevallom, tegnap este fenn voltam a lakásán. Sejtettem. Mit műveltetek? Olyan kíváncsi vagy, menj el hozzá és kérdezd meg tőle. Egy szép nagy uborka. Megölöm azt a disznót! Azt hiszem, itt van minden, ami kell. Ez már 20 perces hol. Forró víz kell, sok-sok forró víz kell. Felrakom a kannát. Minek? Iszom egy csészetéját. Jó napot. Na gyerünk, hol az a szemét? Bocsánat, nem értem, kit tetszik keresni? Az ürgét, aki itt lakik, Richard Madison. Brightonban van, segíthetek valamiben? A feleségem. Igen, most már értem, miért koslott az a rohadt a feleségem után. Richard, a maga felesége után? Nem tudta? Az én férjem, ez csak valami félreértés lehet. Az asszony mindent bevallott, sajnálom, hogy így átverték magát. Szóval nincs itthon? Nincs, Brightonban van. Na, biztos ott is van egy babája. Mondja meg neki, hogy visszajövök. Vagy nem bírnak a vérükkel, undarító. Igen. Hát akkor viszlát, jöjjön el máskor is. Ne haragudj, véletlenül kihallgattalak titeket. Micsoda disznóság, egyszerűen hallatlan. Nem ez az a pasas, aki itt a sarkiboltban dolgozik? Már csak. De igen, azt hiszem ő az. Annak egy közönséges, repett sarkú kis trampi a felesége. Kinek kell egy ilyen nő? Hát ha engem kérdezel, én el se tudom képzelni. Én ezt nem tudom elhinni, meg is kérdezem Richit, ha telefonál. Ennek a végére kell járni. Én a helyedben nem kérdezősködik, jobb az ilyesmit nem forszírozni. Ez biztos, hogy lesz. Hogy csak, majd én. Hello? Szervusz, apa, elárulna addigra, hogy hol van Harriet? Hogy? Hol a minaret? Miféle minaret? Nem értem. Ja, Istenem, apa, ne kérdezz már megint. Én vagyok az Richard. Sajnálom, kérem, de Alibaba már elment. Keresse talán a minaretben. Téves kapcsolás. Ja, nem tudom elképzelni, hogy Richard meg az a nő. Ha maga lenne, az más magának mindegy, csak luk legyen. Kösz, ez kedves. Pedig a név és a cím stimmel. Honnan kerülhetett hozzá? Most, hogy így töröm a fejem, úgy rémlik, hogy részben én is... Oka vagyok a kavarodásnak. Sejtettem, szóval mégis maga volt. Igen, az úgy történt, hogy a nő azt hitte, hogy én vagyok Richard, én meg azt hittem, hogy... Úgy is tudod, miért csináltam. Mert egy ronda vén kéjenc. Igen, valahogy úgy. Azt persze nem értem, hogy... tessék már megint egy... Ez nem 20 perces volt. Tudom, úgyhogy ideje indulnunk. Helyes, már is megyünk. Figyelj, kicsikép, figyelj. Tudod, mi lesz most? Felhívom a kórházat, és megmondom nekik, hogy útban vagyunk. Csak semmi pánik. Jól van, már megyünk, készítetik az ágyat. Csak semmi pánik. Apa, utoljára mondom, én vagyok az. Richard!
Richard, te mit keresel a kórházban? Én nem a kórházból hívlak, sőt nem is a minaretből, és nem vagyok Alibaba, sőt az egész családban nincs egyetlen valamire való Alibaba. Richard, útban van! Mi van útban, drága édesapám? A baba! Szóval útban van a baba, és melyik baba, az Alibaba vagy a... Micsoda, az nem lehet, csak a jövő hétre ígérték. Így bízzon az ember az STK-ba. Oda megyek, amilyen gyorsan csak lehet. Felszállok az első vonatra. Addig ne kezdjétek el, amíg oda nem érek, és semmi pánik, hallott? Semmi pánik, abba. Jó van, semmi pánik. Szervusz, baba. Dik volt megint. Megint? Igen, már az előbb is ő volt mindig, szóval, na jó, akkor mehetünk. A tűzhely rendben van? Hogyne. Miért? Azt is el akarod vinni? Pancsolja ki, nehogy égve maradjon valami. Nehogy égve maradjon. Tudod, mit csinálunk? Majd én. Beviszlek kocsival, és semmi pánik. Ez neked is szól, fia, nyugalom, Tomás. Ja, az én vagyok. Na szóval, akkor megvan minden, ami kell? Igen, azt hiszem, ez biztos nem kell. A kórházban van meleg. Gondolod? Hát jó. Ez már erős volt. Ne izgulj, semmi baj. Én is le tudom vezetni a szülést. Nem ez lesz az első alkalom. Igazán? Az ezred kecskére kis én segítkeztem. Na szóval, ha kész vagy, akkor mehetünk, igaz? Itt a kulcs. Persze a kulcs. Ez a kesztyűtartó, az indító azon az oldalon van. Hát persze. Nem csoda. Olyan régen vezettem, hogy az idejét sem tudom. Mikor vezetett? 40 éve, de az egy tank volt. Nem lehet ezt elfelejteni. Na, nézzük csak. Ez meg mi a csoda? Remek. Az ablaktörlő kitűnően működik. A rádió is, hát ennek örülök. Na, várj csak. Mindent ellenőriztem, igaz? Most már csak a sebességváltót kell megtalálnom. Pedig ide tettem valahová. Azt hiszem, valahová. Jó, ha taxiba ülök. Arra semmi szükség, szívem, semmi szükség. Ez mi a franc lehet? Nézzük csak. Már tudom, jól van. Akkor hát indulás, 1, 2. Én mégis inkább taxival megyek. Elnézést, uram. És semmi. Jó napot kívánok, a nevem Edison, gyerekem lesz. Kérem, segítsenek. Gratulálok, uram. Ja, Istenem, én csak az apa vagyok. Tehát a felesége gyermeket vár. Én is vagyok a felesége. Ez már nem rám tartozik, asszonyom. Ez a kopasz itt az apósom. Harriet Madison, ugye maga telefonált? Igen. Nővérke, vigye a hölgyet a 2. kórterembe. Igen, már is. Eredesség. Köszönöm. Harriet, várj egy kicsit. Tessék. Nézd, én tudom, hogy nem voltam mindig túl kedves hozzád, de most szeretném, ha tudnád, hogy itt leszek végig. És várok. Érted? És még valami. Majd szorítok neked. Jó. Köszönöm, papa. Harriet! Csináld úgy, hogy fiú legyen! Ne féljen, nem lesz semmi baj, higgy el. Megy ez, mint a karikacsapás. Nekem már 7 van. 7 gyerek? Te jóságos ég. Annyi már nincs is. Igaz, a múltkor a tévében volt egy érdekes műsor. Mi sosem nézzük este a tévét. Azt nem is csodálom. Harriet! Apa! Merre vagytok? Ó, hozz fél liter tejet és 2 málnás joghurtot. Elmentem a kórházba, sok-sok csók, Harriet. Halló? Richard Madison? Én vagyok. Beszélnem kell magával. Csak nem maga az Alibaba minaretből. Nem. Ne haragudjon, de most nem érek rá. A Queen Adelaide kórházba megyek. Tudni illik, szül a feleségem, viszlát. Micsoda pofátlanság ez a... Halló? Na jó. Bent van az asszony, most jön ugyanis a 8. Ha fiú lesz, Henrysnek fogják hívni. Nagyon jó. A minap olvastam az újságban egy érdekes cikket. Nekem újságolvasásra sose jut időm. Azt nem csodálom. Azt írják, hogy az átlagos család egyre kisebb lesz. De nem az enyém. A legnagyobb 180 centi. A téglagyárban dolgozik. Szemrevaló kislány. Ezer bocsánat. Apa, mi újság, mond már, megvan a gyerek? De hogy még nincs semmi hír, ülj le szépen, nyugodj meg. Na, ne ide. Elnézést. Semmi. Ő a fiam Richard, az úr pedig Mr. Izé. Pösemér. Igen. Jó napot kívánok. Harriet, jól van, már régen bevitték. Mikor jön a gyerek? Igen, nem sokára, már 20 percenként jönnek.
Te jó Isten, hány gyereket szól? A fájásokról beszélek, de jobb, ha most erre nem gondolunk. Játszunk inkább valamit társas játékot. Például azt, hogy Amerikából jöttem. Amerikából jöttem, mesterségem címere. Milyen betűvel kezdődik? Hát... L. Lilium Tipro. Ugyan, lóvé. Csak nem képzeled, hogy itt fogok ülni, és idióta játékokat játszom veled, miközben... Mr. Madison? Igen? Melyikük az apa? Én vagyok. Dehogyis ő, én vagyok Richard Madison. Gratulálok, Mr. Madison, fia született. A mama és a kicsi jól érzik magukat. Ó, hiszen ez csodálatos. Nagyapa vagyok. Én meg apa vagyok. Én meg fér vagyok, és beszélni szeretnék magával. Kérem, ezer örömmel parancsoljon bele. Várj, Ricsi, én mindent megmagyarázok. Kérem, uram, egy pillanattal. Szét verem a pofát, hogy... te vágulás. Mit akarsz tőle, megőrült? Te mit akarsz a feleségem? Azt se tudom, ki a felesége. Nem szégyelled magad, amíg az asszony tolja a nagy hasát, te más feleségét gyömöszölgeted. Elfogad egy tanácsot. Sose szüljön gyereket. Milyen édes, szakasztott az én arcélem. Tiszta nagyapja ez a gyerek. Csak neki több haja van, mint magának. Nem értem. Hol van Richard? Itt lesz azonnal, mindjárt jön, ne félj. Tisztára az apja, és az orrocskája, mintha beverték volna. Ricsinek nem olyan az orra, mintha beverték volna. Ha rám hallgatsz, erre nem kötsz fogadást. Magyar hangok. Szabó Ottó, Rátóti Zoltán, Kovács Nóra, Halász Judit, Koroknai Géza, Rajna Mária, Bálint György, Farkasinszki Edit, Dobránszki Zoltán. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készül. Magyar szöveg Takácsi Gizella, hangmérnök Láng Noémi, vágó Katona Edit, rendezőasszisztens Szőnyi István, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. Fényképezte Roy Easton, rendezte Michael Mills.